22. fejezet arról, hogy mi történt Candiddal és Martinnel Franciaországban. Candid csak épp annyi időt akar tölteni Bordóban, míg elad pár kavicsot az Eldorádóból hozottak közül, és lefoglal egy kétüléses és kényelmes fogatot. Hát most már nem tudott lemondani kedves Martin társaságáról. Csak az bántott, hogy el kellett válni a juhocskától. A Bordói Tudományos Akadémiának adományozta, amely évi pályadíját annak a tudósnak ígérte, aki meg tudja magyarázni, miért piros a juhgyapja. A díjat egy északi származású tudós kapta, aki remekül kimutatta A plusz B-vel, mínusz C-vel és az egész törve Z-vel, hogy a juhnak pirosnak kell lenni, és kergeségben kell elpusztulni. Ahány utassal találkoztak az országúti fogadókban, mind azt mondta, Párizsba megyünk. Ettől a nagy iparkodástól Candidnak is megjött a kedve, hogy láthassa a fővárost. Velencei útjától ez úgysem térített el túlságosan. A Saint-Marceau külvároson keresztül jutott Párizsba, és hirtelen azt hitte, hogy Westfália legcsúnyább falujába érkezett. Alig szállt meg a fogadóban, már is könnyű betegséget kapott az utazás fáradalmaitól. Mivel egyik gyűrűs ujján roppant gyémánt ragyogott, s a fogatából hatalmas súlyú bőröndöt kellett kiemelni, még csak körül sem igen nézett, már is két orvos állt mellette hivatlanul, aztán pár bensőséges barát, aki el sem akarta hagyni, valamint két jámbor hölgy, ezek meg levest forraltak a betegnek. Mondogatta is neki Martin. Emlékszem, én is beteg voltam első utazásomkor Párizsban. Nem volt egy veszekedett garasom, nem is sűrögtek körülöttem se barátok, se orvosok, sem jámbor és jótékony hölgyek, és meggyógyultam. A sok orvosság meg érvágás után Candid baja súlyosabb lett. A kerület egyik papja azzal a gyengéd és tapintatos kérelemmel fordult hozzá, írjon neki alá egy váltót más világra való behajtással. De Candid nem adott neki váltót. Amire a jámborhölgyek biztosították, ez a divat. Candid erre azt felelte, hogy ő nem követi a divatot. Martin viszont a látogatót ki akarta hajítani az ablakon. A vendég erre esküdözött, hogy nem engedik Candidot eltemetni. Martin pedig megesküdött, hogy ha tovább is bosszantja őket, ő temeti el a tolakodót. A vita egyre hevesebb lett. Martin fogta a kérelmezőt, megragadta a vállánás, kitette a szűrét keményen. A dologból igen nagy botrány lett, és jegyzőkönyvet is írtak róla. Candid végre meggyógyult. És lassú lábadozása közben előkelő társaság vacsorázott nála esténként. Evés után nagyban kártyáztak. Candid igen csodálkozott, hogy a jó kártyák soha se kerültek a kezébe. Martin viszont nem is csodálkozott. Azok közt, akik a fővárost is meg akarták mutatni Candidunknak, volt egy kis Périgord abbé. Az a bizonyos sürgölődő, mindig friss, mindenre kész emberfajta, amely hízelgő, hajlékony és szemtelen is egyszer s mind. Egyre az idegeneket lesi, elmeséli azonnal a legújabb pletykákat, és erővel belerántja őket a mulatságok forgatagába. Ez az abbé Candidot és Martint először is a színházba vitte. Ott aznap este valami új tragédiát játszottak. Candid néhány szép lelkű színházlátogató mellé került. A jól megjátszott jelenetek ennek ellenére is megríkadták. Mellette egy szellemeskedő szólt is neki felvonás közben. Semmi oka a sírásra, hisz ez a színésznő igen rossz. A vele játszó színész még rosszabb, és a darab maga, ha lehetséges, még a színészeknél is rosszabb. A szerző szót sem tud arabusul, holott a mű Arábiában játszódik. Amellett ez az ember nem hisz a velünk született eszmékben. Holnap egész garamada röpiratot hozok ellene. Uram, szólt Candid az abbénak, hány színdarab van Franciaországban? Mire ez így felelt? 5-6 ezer. Nagyon sok, válaszolta Candid. És hány lehet köztük a jó? 15 vagy 16, válaszolta az abbé. Nagyon sok, szólt közben Martin is. Candidnak tetszett a színésznő, aki egy
olykor színre jutó és meglehetősen rossz darabban Erzsébet királynőt játszotta. Milyen kedves színésznő, vallotta be Martinnek, kicsit hasonlít Kunigundához, örülnék, ha megismerhetném. A perigori abbé úr azonnal ajánlkozott a bemutatásra, Candide az ő szigorú német nevelésével megkérdezte, miből áll a bemutatkozás ceremóniája, és hogyan kell bánni az angol királynőkkel a franciáknál. Ez a körülményektől függ, válaszolt az abbé úr, vidéken a kocsmába viszik őket vacsorára. Párizsban viszont, hogyha szépek, nagy tiszteletnek örvendenek, azonban meghalnak, a szemétdombra vetik őket. Királynékat! A szemétdombra, hüledezett a Jámbor Kandid. Így is van, szólt közben Martin. Az abbé úrnak igaza van. Épp akkor voltam Párizsban, mikor Monima kisasszony ebből a világból, ahogy mondják, a másikba költözött. Megtagadták tőle az úgynevezett végtisztességet, vagyis hogy együtt rothadjon el a kerület koldusaival valami csúfságos temetőben. Ehelyett egyedül temették el mindenkitől elkülönítve a Burgony utca egyik sarkán, ami minden bizonnyal rettentően fájhatott neki, mivel Monima kisasszony igen nemesen gondolkodott. Micsoda udvariatlanság, méltatlankodott Candide. Ne csodálja, felelte Martin, ezek az emberek már ilyenek. Képzeljen el mindent, ami ellentmondó és összeférhetetlen, és megleleti akárhol e furcsa nemzet kormányában, törvényszékein, templomaiban, akár csak fényes színpadjain. Igaz, hogy a párizsiak folyton nevetnek, kérdezte Candide. Igaz. Felelte az abbé, de azt is inkább dühükben teszik. Mert örökké panaszkodnak, és közben nagyokat nevetek, és nevetve viszik véghez a legaljasabb cselekedeteket. Ki az a csúf disznó? Kérdezte Candide, aki annyi rosszat mondott a darabról, holott én sírtam, és a színészekről, akiket meg oly örömmel hallgattam. Szargatlan tuskó, válaszolta az abbé úr, azzal próbál pénzt keresni, hogy leszól minden darabot és könyvet. Gyűlöl mindenkit, ha sikert ér el, mint ahogy az eunuchok gyűlölik az élvezőket. Kígyó ez, irodalmi kígyó, sárral és méreggel táplálkozik. Egy szóval röpirat szerző. Kit neveznek röpirat szerzőnek, kérdezte a naív Candide. Azt, aki röpiratokat gyárt, mint például mondjuk Fréron. Fréron Elié, francia újságíró 1719-től 1776-ig élt, a felvilágosodás íróinak ellenfele, Voltaire gúnyolódásának állandó céltáblája. Így beszélgetett Candide, Martin és az abbé úr a lépcsőházban, miközben a színházból távozó közönséget nézték. Jól lehet, szeretném már látni Kunigunda kisasszonyt, mondta Candide, azért mégis szívesen vacsoráznék Clairon kisasszonnyal, mert remek volt, csodálatos. Clairon kisasszony kiváló francia színésznő. 1723-tól 1803-ig élt, legnagyobb sikereit Voltaire darabjaiban aratta. Az abbé úr nemigen ismerhette Clairon kisasszonyt, mert hisz ez a színésznő csak jó társaságokban mutatkozott. Ma este már nem szabad, próbálta meggyőzni Candide-ot, de tudja mit? Elkísérem egy igen előkelő hölgyhöz, akinél úgy megismeri Párizst, mintha már 4 éve lakna itt. Candide, aki természeténél fogva meglehetősen kíváncsi volt, elment hát ehhez a hölgyhöz, valahol a Saint-Honoré negyedben. Ott épp nagyban fáraóztak. 12 bánatos játékos játszott együtt a bankár ellen, mindegyiknek a kezében egy kis kártyakönyvecske, eddig balsikereiknek szamárfülekkel tűzdelt jegyzéke. Mély csend volt a teremben, mindegyik vendég homloka sápadt, a bankári nyugtalan. A háziasszony, aki ott ült egy könyörtelen bankár mellett, hiú szemmel figyelte a játékosok kártyáit és fogásait, akik minden duplázáskor próbálták megjelölni alapjaikat. De ő mindig rájuk szólt, kisimította a lapokat szigorúan, éberen, udvariasan, de sohasem haragosan, nehogy még elveszítse a vendégeit. Ez a hölgy úgy hívatta magát, hogy Parolinia Martiné. 15 éves leánya is ott volt a játékosok között, és egyet szempillantással jelezte a többiek csalásait, akik szegények így próbáltak a sors csapásain enyhíteni.
Amikor Candid, Martin és az abbé úr belépett, senki se kelt fel, hogy üdvözölje, vagy csak meg is nézze őket. Mindannyit mélyen lekötötték a kártyajáték esélyei. Na, mondta magában Candid, Thunderden Tronk báróné mégiscsak udvariasabb volt. Az abbé közben odahajolt a Martiné füléhez, ez felemelkedett kissé, kedvesen mosolygott Candidra, még Martinnek csak fölényes és előkelő fejbiccentés jutott. Mindjárt széket és friss kártyát adott a mi Candidunknak, aki két osztás után már is 50 000 frankot vesztett. Utána vígan vacsoráltak, és mindenki igen csodálkozott, hogy Candidot cseppet sem sújtotta le a vesztesége. Mondták is a lakályok maguk közt a maguk nyelvén, ez fiam valami angol lord lesz. A vacsora olyan volt, mint a párizsi vacsorák általában. Először csend, aztán olyan lárva, hogy meg se igen értették egymást, majd többnyire együgyű tréfák, hamis hírek, áll-okoskodások, egy kevés kis politika és annál több rágalom, sőt, még az új könyvek is szóba kerültek. Látták így az abbé úr Gosának, a teológia doktorának a regényét. Gosá abbé a Levelek egy némely jelenkori írásokról című gyöngemű szerzője. Igen, felelt az egyik vendég, de nem tudtam befejezni. Van egy csomó ripők írásunk, de egyik sem olyan ripők, mint Gosá a teológus könyve. Már annyira torkig vagyok a ránk zúduló sok rossz könyvvel, hogy dühömben mit tegyek, fáraózásra vetemettem. És mit szól, kérdezte az abbé, Trublé Esperes válogatott műveihez. Trublé Esperes 1697-től 1770-ig élt. Főműve irodalmi és erkölcstani tanulmányok 1736-ban jelent meg. Ó, szólt közben a Markiné, micsoda unalmas halandó. Milyen furcsán közli velünk, amit úgyis tud mindenki. Milyen vaskosan bizonygatja, amit még könnyen sem kell észrevenni. Milyen szellemtelenül lopkod másoknak a szelleméből, hogy elrontja, amit másoktól csen, milyen undorító szerző. De többé már nem undorít. Elég volt nekem az Esperes úr első fejezetét elolvasnom. Volt velük az asztalnál egy tudós és jó ízlésű vendég, aki mindenben osztotta a Martiné véleményét. Beszéltek még a tragédiákról. A háziasszony megkérdezte, miért vannak olyan tragédiák, amelyeket meg lehet nézni, de lehetetlen elolvasni. A jó ízlésű úriember mindjárt megmagyarázta néki, hogy bizonyos színdarabok érdekesek, de értéktelenek. Bebizonyította néhány szóval, hogy nem elég a színpadon pár regényes helyzetet teremteni, bár az ilyen jelenetek mindig elragadják a nézőket, hanem hogy újnak kell lenni minden különösség nélkül. Néha-néha felségesnek és mindenkor természetesnek. Ismerni kell az emberi szívet és megfelelően beszéltetni. Nagy költőnek kell lenni, de úgy, hogy a darabban senki se lássék költőnek. Ismerni kell anyanyelvünket, s tisztán, tökéletesen és szokatlan harmóniával kell beszélni annélkül, hogy a legjobb rím is erőszakot ejtsen az értelmem. Aki, tette még hozzá, nem marad hű e szabályokhoz, írhat egy-két sikeres tragédiát, de sohasem kerül a jó írók sorába. Igen, kevés a jó tragédia. Van, aki jól megírt és jól rímelő párbeszédes idilleket, más meg altató unalmú politikai vitákat visz színpadra, ijesztő dagályosságokat, félőrültek álmait barbár stílusban töredezetten hosszú szavalatokkal az istenekhez, mivel persze nehezebb az emberek nyelvén beszélni, és az egészet teletűzdeli holmi álbölcsességekkel és pöfetek gözhelyekkel. Candid ezt az előadást nagy figyelemmel hallgatta, és egyre jobb véleményt kezdett táplálni a beszélőről. S mivel a Martinénak gondja volt rá, hogy új vendégét maga mellé ültesse, Candid a hölgy füléhez hajolva bátorkodott megkérdezni, ki ez a szép beszédű úriember. Tudós ember, felelte a háziasszony. Sose vesz részt a kártyajátékban, az abbé néha elhozza a házamba vacsorára, kitűnően ismeri a könyveket és a tragédiákat, maga is írt egy tragédiát, amelyet azonban kifütyültek, és egy könyvet,
melyből a könyváruson kívül senki se látott egyetlen egy példányt, se kivéve azt, amelyet nekem dedikált a szerző. Micsoda nagy ember, mondta Candide, valóságos Pangloss mester. Akkor mindjárt feléje fordult, és ezt kérdezte a tudóstól. Uram, biztosan azt tartja, ugye, hogy minden a legjobban van a fizikai és szellemi világrendben, és hogy ugyebár semmi, de semmi se történhetett másképp. Szó sincs róla, felelte a tudós. Éppenséggel nem ezt gondolom. Ellenkezőleg úgy találom, hogy nálunk fenekestől felfordult minden, hogy senki sem ismeri sem a rangját, sem a tisztjét, s kivéve a vacsorát, ahol vígság és egyetértés uralkodik, az élet javarészt hívságos civakodásokban őrlődik fel. Janzenisták a molinisták ellen, bíróság a papság ellen, udvaronc az udvaronc ellen, író a másik író ellen, bankárok a nép ellen, asszonyok a férjük ellen, rokonok a rokonok ellen, örökös a háborúság. Janzenisták, Janzenius iperni püspök, 1585-től 1683-ig élt tanainak hívei. Ezek a tanok az isteni kegyelemről a protestánsokéhoz hasonló rideg erkölcsi felfogást teremtettek. A pápák többször is elítélték, de Voltaire is támadta a janzenisták ridegségét, például a vademberben is. Molinisták, Molina spanyol jezsuita teológus 1535-től 1600-ig élt követői, akiknek tanai az isteni kegyelemről és az ember szabad akaratáról mindenféle erkölcstelenségre felmentést találtak. Candide így válaszolt neki. Én még rosszabbat is láttam. De egy bölcs, akit azóta az a bajért, hogy felkötötték, arra tanított, hogy mindez csodálatosan jól van így. Ezek csak holmi kis árnyak, egy szép festmény friss színei mellett. Uraságot akasztotja, bolondá tartotta a világot, így Martin, mert azok a kis árnyak szörnyűséges foltok. Ezeket a foltokat csak az emberek csinálják, s hiába kénytelenek vele, mondta Candide. Akkor meg nem az ő hibájuk, vágott vissza az öreg Martin. A kártyások nem sokat értettek a beszédből, és csak ittak. Martin a tudóssal vitatkozott, Candide meg sorra elbeszélte kalandjai egy részét a háziasszonynak. A vacsora után a Martiné szobájába vezette Candidot, s maga mellé ültette szorosan a kanapéra. Hát mondja, szólt neki a szép hölgy, még mindig olyan szerelmes abba a Thundertentronk kisasszonyba? Igen, asszonyom, felelte Candide. A Martiné így folytatta felette gyengéd mosolyjal. Úgy felel, mint egy igazi vesztfáliai fiatalember. Egy francia ezt mondta volna, igaz, nagyon szerettem Kunigunda kisasszonyt, de mióta önt ismerem, félek, nem szeretem többé. Ó, asszonyom, sóhajtott Candide, úgy felelek, ahogy parancsolja. Úgy kezdődött a szerelme, ugye, folytatta a Martiné, hogy egy ízben felszedte Kunigundája zsebkendőjét. Nos hát kérem, szedje most fel az én harisnyakötőmet. Szívesen, felelte Candide, és azonnal felszedte. Csatolja fel a lábamra, kacérkodott tovább a dáma. Candide ezt is megtette. Látja, így a hölgy, pedig maga idegen. Párizsi udvarolóimnak két hétig is kell sóhajtozni, míg magának kedvesen már első éjjel engedek, mert egy igazi francia nő nagyon jól tudja, mi a tisztje egy vesztfáliai fiatalemberrel szemben. A szép hölgy két nagy gyémántot vett észre az ifjú idegen két kezén, és addig dicsérgette őket, míg nem Candide ujjairól a Martiné ujjaira vándoroltak. Amikor Candide hazatért, a Périgord abbéval némi lelkifurdalást érzett, hogy hűtlen lett Kunigundájához. Az abbé úgy tett, mintha szívből osztaná a bánatát. Igen, kevés jutott neki Candide 50 000 frankos veszteségéből, és még kevesebb a két félig adott, félig kicsikart gyémánt értékéből. Az volt hát a szándéka, hogy még jobban kihasználja azokat az előnyöket, amelyeket a Candiddal való ismerettségből szerezhet.
Beszélt neki Kunigundájáról, és Kandi többször említette, hogy ha Verencébe lesznek, bocsánatot fog kérni tőle Párizsban elkövetett hűtlens. Az abbé egyre figyelmesebbnek és udvariasabbnak mutatkozott. Igen, kedvesen érdeklődött minden iránt, amit Candide mondott, minden iránt, amit tett, vagy amit tenni szándékozott. Szóval, uram, ha jól értem, találkozójuk van Velencében. Igen, abbé úr, mondta Candide, meg kell találnom Kunigundát. És örömében, hogy szólhat szerelméről, elmesélte szokása szerint élményei egy jó részét Westfália e hírneves szépségével. Azt hiszem, mondta az abbé úr, a kisasszony igen művelt hölgy, és elragadó leveleket tud írni. Sose kaptam tőle egyet sem, felelte bánatosan Candide, mert képzelje, amikor kirúgtak ő miatta a kastélyukból, már csak azért sem írhattam néki, mert halálhírét költötték. Utána mégis rátaláltam, aztán elvesztettem, 2500 mérföldre küldtem utána gyors levelet, arra várom azóta a választ. Az abbé nagy figyelemmel hallgatta a beszédet, és utána elmélkedni látszott. Nem sokára elbúcsúzott Candidtól is, Martintől is, de előbb még gyengéden össze-vissza ölelgette őket. Másnap Candide ébredéskor így tartalmú levelet kapott. Uram, kedves, drága szerelmem, itt fekszem betegen egy hete ebben az idegen városban. Hallom, kegyelmed is itt van. Repülnék szerető karjaival, csak mozdulni is tudnék. Mondták, hogy Bordóban szállt partra. Én is ott hagytam Kakambót, meg a derék öregasszonyt. Jönnek majd utánam nem sokára. A Buenos Aires-i kormányzó mindenükből kifosztott bennünket, de a kegyelmet szíve ugye tovább is az enyém marad. Jöjjön, már a jelenléte visszaadja az életemet, ha ugyan eszemet nem vesztem a viszontlátás örömében. Ez a váratlan, ez a bűvös levél, ami Jámbor Candidunkat szinte megrészegítette az örömtől, viszont mélyen fájlalt a kedves Kunigundája betegségét. Ez érzések közt hánykolódva magához vette aranyát és gyémántjait, és elment Martinnel abba a házba, ahol Kunigunda lakott. Reszketve lép be a szobába, szíve dobok hangja kifullad, szét akarja nyitni a mennyezetes ágy függönyét, és lámpát hozatni a szobába. Vigyázzon az Istenért, mondja neki a szobalány, a világosság árt neki, és hirtelen összecsapja a függönyt. Kunigundám, gyönyörű, mondja Candide zokogva, hogyan szolgál az egészsége? Ha nem láthat, legalább szóljon hozzám. Nem szólhat, mondja a szobalány. A hölgy erre kidugta az ágyból egyik kövérkés kacsóját, amelyet Candide sokáig forró könnyeivel öntözött, azután megtöltötte gyémántokkal, és a karszéken egy zacskót hagyott telistele arannyal. Ilyen áradozások közt érkezett oda egy rendőrtiszt, a Perigori abbé úr meg néhány pandúr kíséretében. Na, mondta, hadlám, hol is van az a két gyanús idegen? És már le is tartóztatta őket, és parancsolta, vigyék őket azonnal a börtönbe. Hát bizony Eldorádóban, mondta Candide, nem így bántak az utazókkal. Sose voltam még így, Martin, eltökéltebb Manicheus. De uram, hová visz bennünket, szólt Candide. Egy sötét börtön fenekére, felelte a rendőrtiszt. Martin, aki közben már visszanyerte hidegvérét, úgy vélte, hogy az a hölgy nem Kunigunda, hanem kalandornő, az abbé hitvány kalandor, aki csúnyán visszaélt Candide ártatlanságával, a rendőrtiszt meg a féle csaló, akitől esetleg igen könnyen meg lehetne szabadulni. Így hát Candide hallgatott Martin okos tanácsára, s mivel nem akart eltévedni az igazságszolgáltatás labirintusában amellett, meg alig várt, hogy viszontlássa az igazi Kunigundát, három apró gyémántot ajánlott a rendőrtisztnek, 3x3000 tallér értékűt. Ó, uram, válaszolta neki az elefántcsontbotos ember,
Nem követhet el olyan bűnt, hogy ne tartsam ezek után a világ legbecsületesebb emberének. 3 gyémánt, és mindegyik 3000 tallér értékű. Uram, az ön kedvéért inkább 2 vágatom magam, nemhogy börtönbe cipeljem. Igaz, minden idegent letartóztatnak most Párizsban, de bízza csak rám. Van egy öcsém Gyebben, Normandiában, oda vezetem uraságodat, s ha neki is ad egy kis gyémántot, úgy vigyáz ő majd az úrra, mint a szemefényére. De hát, kérdezte Candide, miért tartóztatják le az idegeneket? Amire az abbé úr így módon válaszolt. Azért, mert egy nyomorult Artois vidéki lakos valami csacsiságot hallott, mire rögtön valóságos apagyilkosságot követett el, nem olyan, mint a májusi királygyilkosság volt 1610-ben, hanem mint a decemberi merénylet 1594-ben, és még mások, más években, s hónapokban más nyomorult a kezétől, akik szintén valami csacsiságtól foghattak tüzet. Artois vidéki lakos Damiens, aki 1757-ben merényletet követett el 15. Lajos ellen, fölnégyelték. Májusi királygyilkosság, 4. Henriket 1610. május 14-én ölte meg a fanatikus Ravaillac, a király protestáns barát politikája miatt. Decemberi merénylet, Jean Châtel, jezsuita növendék merénylete 4. Henrik ellen 1594. december 27-én. A jezsuitákat, akiket azzal gyanúsítottak, hogy felbíztatták a merényletre, kiutasították az országból, de 1605-ben visszahívták. A rendőrtiszt megmagyarázta tulajdonképp, mit jelent mindez. Ó, micsoda szörnyetegek, ijedezett a Jámbor Kandid, micsoda! Így iszonyú dolgok egy énekes és táncos népél. Nem mehetnék ki azonnal ebből a szörnyű országból, ahol majmok bosszantják a tigriseket. Szülőföldemen medvéket láttam, embereket csak Eldorádóban. Tiszturam, az Istenért vigyen el azonnal Velencébe, ott kell megvárnom Kunigundát. Sajnos, felelte a fogd meg, én csak Normandiába vihetem. S már szedte le róla a vasat, bocsánatot kért tévedésért, hazaküldte embereit, s Dieppe vitte Candidot és Martint, ahol öcsére bízta őket. A kikötőben épp akkor egy holland hajó vesztegelt. A Normand úr 3 új gyémánt árán igen szolgálatkésnek mutatkozott, és Candidot és embereit beajánlotta a hajós kapitánynak, aki Dieppből Portsmouthba, Angolországba készülődött. Ez ugyan nem volt még Velence, és az útja se vitt arra, de Candid már is a pokol kínjaitól vélt szabadulni, és remélte, hogy csak hamar mégiscsak elhajózhat Velencébe.